Thank you.
dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, itt Gazdagréten, a Szent Angyalok hajlékában. Templomunk felszentelési évfordulója, illetve templom búcsunk ünnepe alkalmából, amelynek most előmiséjét tartjuk. Azt a ráhangolódást, amellyel közösségünk kifejezi tiszteletét a Szent Angyalok iránt, és a bennünket különös szeretettel védő szentek iránt is, élükön pietrelcsinai Szent Pió atyával. Nagy szeretettel köszöntöm Spisiák Péter Pál kapucinus atyát, aki elfogadta a meghívásunkat. Mindenképpen az volt a vágyam, hogy egy kapucinus szerzetes mutassa be ezt a szentmisét, aki rendtársa Szent Pió atyának, akit egy héttel ezelőtt jubileumi mennyei születésnapján köszöntöttünk, hiszen 50 évvel ezelőtt lépett be a mennyei boldogságba a földi áldozatos szolgálatát követően. Péter Pál testvér Morról érkezett közénk, ottani házfőnök és templomigazgató, és most együtt ünnepeljük ferences kapucinus szellemben ezt a szép ünnepet, miként Pió atya is tisztelte a szent angyalokat és a lelkeket az égiek felé irányította. Köszöntöm a televízió kedves nézőit is, akik most velünk vannak, és a számos zarándok testvért, akik közénk jöttek, különösképpen a nagykátai, gyáli, felső, pakonyi testvéreket, a Mária lányokat, a harmonikás együttest, és természetesen a többi zarándok testvérünket, akik Dányból, Tatabányáról, Galapról, János Szent Andrásról, Munkácsról, Sepsi Szent Györgyről, Tápió Szecsőről, Székesfehérvárról, Pomázról, Borsfáról, Nagykanizsáról, Zuglóból, Budaörsről, Jászberényből, Egerből, Salgótarjánból, Bagról érkeztek, és a Szent Ráfael Karitás szolgálat képviselőit is. Isten hozott benneteket, ünnepeljünk együtt ezt a nagy dolgot, hogy mi már a mennyország várományosai vagyunk, itt lehetünk együtt a szent angyalokkal és megdicsült szentjeinkkel. Kérem Péter Pál atyát, hogy mutassa be a szentmisét az Úr dicsőségére. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. Nagyon szépen köszönöm Károly atyának a üdvözletet, a köszöntést, és szeretettel köszöntelek magam is mindannyiótokat kivétel nélkül ezen a vasárnapon, amikor annyi minden találkozik, ahogy mi is sok felől jöttünk, és itt együtt vagyunk, találkozunk egymással. 26. évközi vasárnap, a hét húsvétje, a föltámadás napja, Szentírás vasárnapja, a templom búcsújának előnapja, a szent angyalokra, Szent Mihályra, Gábrielre és Ráfaelre és a szent őrző angyalokra emlékezünk, és még makacsul velünk van pietrelcsinai Szent Pió is, akinek 20-án ünnepeltük a stigmatizációjának 100. évfordulóját, 23-án pedig az ő halálának 50. évfordulóját. Minden, ami üdvösségünkért van, minden azért van, hogy az Istennel szorosabbra fűzzük kapcsolatunkat, hogy Istennel legyünk, életünk minden napján, annak minden órájában és minden pillanatában, és hogy a hálaadás lelkülete legyen bennünk, hiszen Isten annyi segítséget, kegyelmet, ajándékot hagy ránk életünkre, hogy el ne tévejedjünk, hanem az igaz úton, az üdvösség útján járjunk. Testvéreim, Szent Mise, Eukarisztia önmagában hálaadás, valóban hálát adunk Istennek az ő ajándékaiért, és mindannyian hoztunk valamit, amiért Isten segítségét kérjük.
hogy Isten meghallgathassa a mi kéréseinket, hogy Isten a maga művét bennünk megcselekedhesse, tegyük alkalmassá magunkat szentmiséink elején, elcsendesedve vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek. És a földön békesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőjünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg minden hatóságodat,
hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. Árazd ránk szüntelenül kegyelmedet, hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, amelyet megígértél. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes negyedik könyvéből. Mózes az Úr parancsára kiválasztott 70 férfit, hogy a nép kormányzásában segítségére legyenek. Az Úr pedig alászállt a felhőben, szólt Mózeshez, elvette a rajta lévő lélekből a 70 vénnek adta. Mihelyt alászállt rájuk a lélek, prófétai elragadtatásba estek. Ez azonban nem ismétlődött meg. Két ember viszont a táborban maradt, az egyiket Eldádnak, a másikat Medádnak hívták. Rájuk is szállt a lélek, ők is a vének közé tartoztak, de nem mentek oda a sátorhoz. Ők a táborban estek elragadtatásba. Ekkor az egyik szolga elfutott és jelentést tett Mózesnek e szavakkal. Eldád és Medád prófétai elragadtatásba estek a táborban. Akkor Józsué, Nún fia, aki korai ifjúságától kezdve Mózes szolgálatában állt, megszólalt, s ezt mondta. Uram, Mózes, tiltsd meg nekik! Mózes így válaszolt. Miért féltékenykedsz miattam? Bár csak az egész népet prófétává tenné az Úr, és kiárasztaná rájuk lelkét. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Jakab apostol leveléből. Rajta gazdagok, jajveszékelve sírjatok a rátok törő nyomorúság miatt. Vagyonotok oda, ruhátokat megette a moly. Aranyotokat és ezüstötöket belepte a rozsda, és ez a rozsda tanul szolgál ellenetek, s megemészti testeteket, mint a tűz. Vagyonotokat szaporítottátok még az utolsó napokban is. Nos, a bér, amelyet a földeteket learató munkásoktól visszatartottatok, íme felkiált, és az aratók szava felhatolt a seregek urának fülébe. Bőségben éltek a földön és tobzódtok, hizlaljátok szíveteket a leölés napjára. Az igazat elítéltétek,
megöltétek, és ő nem tanúsított ellenállást. Ez az Isten igéje. Legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben János apostol így szólt Jézushoz: Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ minket. Jézus ezt válaszolta: Ne tiltsátok meg neki, aki a nevemben csodát tesz, nem fog egy könnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van. Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben, azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, nem marad jutalom nélkül. De aki megbotránkoztat egyet is a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák. Ha a kezed megbotránkoztat, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod az oldhatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat, vágd le. Jobb sántán bemenned az életre, mint két lábbal a kárhozat oldhatatlan tüzére kerülnöd. Ha a szemed megbotránkoztat, vájd ki. Jobb fél szemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni, ahol a férgük el nem pusztul, és a tűzük ki nem alszik. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, kedves ünneplő plébánia közösség, kedves zarándokok, kedves testvérek, akik képernyőn keresztül kapcsoltok be e szentmise ünneplésébe. Nagyon-nagyon gazdag ünnepet készített nekünk az Isten. Az ő szeretetének gazdagsága nyilvánul meg ebben. Valóban tegyük magunkével, hogy sokszínű és gazdag Istennek irántunk való szeretete. A szentmisénk kezdő könyörgésében hallhattuk, Istent úgy szemlélhettük, mint aki
ahogy hallottuk, azzal mutatod meg minden hatóságodat, hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. És aztán az Ószövetségi Mózestől azt hallottuk, a sóhajt, és ez a mai egyház sóhaja is, bárcsak az egész népet prófétává tenné az Úr, és kiárasztaná rájuk lelkét. Kivétel nélkül minden egyes megkeresztelt katolikus keresztény bárcsak próféta lenne. És tudjuk, prófétának lenni nem jövendő látást jelent, hanem azt a képességet, hogy nem is feltétlenül szavainkkal, azzal is, ha szükség van rá, de elsősorban életünkkel vallani Istenről. Életünkkel, példánkkal, cselekedeteinkkel Istenre mutatni. Ahogy néhány évvel ezelőtt ugye Budapest metró állomásai tele voltak plakátokkal, ahol égre mutató kéz volt. Nekünk keresztényeknek ez a hivatásunk, hogy az égbe, a magasságba, az Istenre mutató kezek legyünk. Ha ez sajnos nem is valósult még meg egészen, mégis sokakban megvalósult, mindenféleképpen megvalósult Isten angyalaiban, akik szintén Isten teremtményei, és ugyanazzal a szabad akarat ajándékával rendelkeznek, mint amivel mi is mindannyian, és megvalósult abban is, akit én szeretettel hozok ide közétek, pietercinai Szent Pió kapucinus szerzetesben is, aki, ahogy mondottam, olyan makacsul közöttünk marad a szentmise után, majd egy szobrát is fölavatjuk, és erről egy másik szobor jut eszembe, amely San Giovanni Rotondóban a 1959-ben felszentelt Kegyelmek Anyja templomban, ahogy belépünk, jobbra található, nagyon hasonló az itt található szoborhoz, amelynek a talpazatára oda van írva, hogy mindenki mondhatja, Pió atya az enyém. Valóban ezzel a meggyőződéssel állok itt, hogy pietercinai Szent Pióra, az ő lelki örökségére mindannyiunk lelke rezonálhat. Fiatalok és idősek, középkorúak, családosok, mindannyian találhatunk benne üzenetet, támogatás, segítséget. Ezt a meggyőződésemet erősíti az is, hogy Szent Pió atya litániájában, amelyet majd a szobornál el is imádkozunk, ott szerepel a megszólítás, hogy a harmadik évezred szentje. És mi, akik a harmadik évezred emberei, női és férfiai vagyunk, valóban tehát az Anyaszentegyház tanítása szerint bátran tekinthetünk rá. Mi is Szent Pió életének a tanítása? Szent Pió, ahogy mondottam, 100 éve kapta meg a stigmákat, amelyeket 50 évig hordozott. Kedves testvéreim, ez egy sajátos hivatás. Ez egy különleges hivatás, amelyben így mi nem osztozunk. Kétségtelen Pió atya előttünk jár, és kétségtelen, hogy a stigmák hordozásában éltünk is imádkozhatott, és éltünk is engesztelhetett, de nekünk nem kell ebben követni Pió atyát, ha csak Isten az ő különleges gondviselésében úgy nem rendelkezik. Miben kell követnünk? Miben követhetjük Szent Piót? Miben követhetjük az Isten angyalait és az összes szenteket is? Szent Pió atya életéből kiemelve ezt a motivumot, az ő egyik levelében, több mint 1000 levelet írt lelki vezetőivel való párbeszédében, az egyik levelében azt írta, hogy én, ő vallja magáról, egy Istenbe szerelmesedett ember vagyok. Kedves testvéreim, ez az első üzenet, amelyet ide szeretnék elébünk helyezni,
ahogy azt az evangéliumban sokszor olvassuk, középütre, középre. Istenbe szerelmesedett ember volt Szent Pió, és mi is erre vagyunk meghívva. Nem kevesebbre, ez a mérce. Istenbe szerelmesedett embernek lenni. Kedves testvéreim, erre vonatkoztak. Ennek a határozottságára, ennek a radikalizmusára, ennek a bátorságára vonatkoztak Jézus szavai, ha a kezed megbotránkoztat, ha a szemed megbotránkoztat, ha a lábad megbotránkoztat. Istenbe szerelmesedett embernek lenni. Kedves testvéreim, nem sokat tudok anekdótázni Szent Pióról, nem ez fogott meg engem benne, de egy történetet mindig nagyon szívesen elmesélek, ahol ráadásul a főszereplő nem is Szent Pió, hanem egy harmadik számunkra névtelen keresztény testvérünk, botladozó ember, olyan, mint mi lehetünk mi is. Egyszer barátok Szent Pióhoz vittek egy vak embert, és az ő barátai, ismerősei barátai hallottak Szent Pióról, hallottak a csodákról, amik történnek, próbáljuk meg, hát ha velünk is megtörténhet, vigyük el barátunkat, aki nem lát, Szent Pióhoz tegyen csodát, és így is cselekedtek. Elvitték Szent Pióhoz ezt az embert, kértek találkozót, amire lehetőségük is volt, és amikor oda értek Pió atyához, és vele beszélgettek, akkor Pió atya megkérdezte, hogy mit kértek. Mire a barátai azt mondták, Pió atya, jár közben ezért a ismerősünkért, barátunkért, nyerje vissza a látását. Végre láthasson ő is ezt a szép napot, a világot, mindazt a szép dolgot, ami abban benne van. Pió atya egy kicsit elcsendesedett, magába nézett, és aztán az illetőhöz fordult, talán megfogta a vállát, vagy megérintette, hogy most ráfigyeljen, és azt mondta, hogy válasz, dönts te. Látni akarsz, vagy üdvözülni? És a csodálatos dolog az nem így Szent Pió atya szavaiban van, hanem abban, amit ez a névtelen keresztény testvérünk megcselekedett, mert azt mondta, hogy üdvözülni szeretnék. És valóban elmaradt a csoda, nem nyerte vissza a látását, viszont úgy gondolhatunk rá, mint aki később üdvözült, Szent Piónak egy nagyon bensőséges, nagyon kedves lelki gyermeke lett. Amikor feljutott San Giovanni Rotondóba, akkor mindig a szentélybe foglalhatott helyet, nagyon közel Szent Pióhoz. Hogy bár nem látja, de fizikailag mégis közelről vehessen részt Szent Pió atya szentmiséjében. Kedves testvéreim, a fő parancs mélységébe és magasságába hív meg bennünket mindez, a szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből szavai magasságaiba és mélységeibe. Szent Pió maga részéről ezt az Isten szeretetet tárja tehát elénk. Úgy fogalmaz egy levelében, beszámolva lelki vezetőinek lelki valóságairól, hogy egyre jobban vonzódom Jézushoz, minden tűz nélkül a közelemben egészen lángolni érzem magam, kötelek nélkül szorosan Jézushoz kapcsolva érzem magam. Egy második üzenet, amelyet azt hiszem, hogy Szent Pió hordoz, az Isten angyalival és számtalan szenttel közös cselekvés, az Isten imádása, az imádság. Testvérek, ahogy az evangéliumban szemléltük, a tanítványok párbeszédet folytattak Jézussal. Jézussal voltak és vele beszélgettek. Ez az imádság.
Pió atya megint csak egy levelében, amelyet lelki vezetőihez írt, úgy vallott, nekem úgy tűnik, az idő gyorsan elszáll, és sosincs elég idő az imádságra. Azt is írja egy másik levelében, hogy én azt szeretném, hogyha a nap nem 24 órából állna, hanem 40-ből. És amikor megkérdezték Pió atyát kíváncsi rendtársak és lelki gyermekek, hogy mi szeretne lenni? Ha rajta múlna, ő hogyan töltené életét, mit csinálna, mivé szeretne válni, akkor azt mondta, hogy nem akarok más lenni, egy szerzetes, aki imádkozik. És bizony azt látjuk leveleit lapozgatva, olvasva, hogy Szent Pió sokat és sokféleképpen imádkozott. Valóban benne megújult az ő lelki mesterének, lelki atyának, Assisi Szent Ferencnek az alakja, akiről azt mondották az életrajzírók, a kortársak, hogy nem annyira imádkozó ember volt, inkább imádsággá lett. Emberré lett, imádság volt. Nem annyira imádkozó ember, sokkal inkább emberré lett, imádság. Testvéreim, a tanítványok Jézussal voltak és beszélgettek vele. Jelenlét és párbeszéd. Szent Pió azt mondja, Isten számomra mindig jelen van. Mindig jelen van elmémben, és őrzöm őt szívemben. Sosem veszítem el őt szemem elől. Ez a jelenlét, az imádság. Párbeszédben, vagy pedig szavak nélkül, a csendben, a szavakon túl. Pió atya mindig imádkozott, hiszen folytonosan Isten jelenlétében élt. És mi is arra vagyunk meghívva, hogy folyamatosan Isten jelenlétében éljünk, és ez imádság. És az imádságunkat aztán gazdagíthatjuk persze tanult ima formulákkal is, tanult imádságokkal is, spontán szavakkal is, de valóban a jelenlét tudatával a csendességben már imádkozunk. Testvéreim, ma a Szentírás vasárnapja van, Isten ajándékát ünnepeljük, a könyvet, a könyvek könyvét, és fontos, hogy mi, akik mindannyian birtokolhatjuk már ezt a könyvet, ezt a tárgyat, fontos, hogy ezt ne csak a könyves polcunkon, hanem életünkben hordozzuk. Az fontos legyen számunkra. Isten igéje az. Szent Pál mondja, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen. Szent Pió azt vallotta, hogy az ő legkedvesebb szentírási szerzője Szent Pál a népek apostola, és hogy minden tanítása, minden tudása Szent Pál tanításából származik, forrásozik. Valaki egyszer azt mondta, hogy Szent Pál meghamisította a kereszténységet. Az olyan Szent Egyház és a szentek folyamatos és állandó tanítása szerint nem. Isten tanításának hűséges hordozója, Szent Pál a maga írásaival. Pontosan úgy, ahogy Gábriel, Isten szavának hűséges hordozója volt a boldogságos Szűz Mária felé. Szent Pál nekünk is azt mondja, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen. Mint egy része annak a forrásnak, amely bennünk fakad, hogyha Krisztushoz járulunk. És Pió atya Szent Pálnak a szavait magyarázza, és ezek a szavak eljutottak hozzánk is. Azt mondja Szent Pió, az apostol akarja, hogy Isten törvénye, Jézus tanítása legyen bennünk, lakozzék bennünk bőségesen. Mindez nem lehetséges, ha csak nem kitartóan olvasva a Szentírást és azokat a könyveket, amelyek Istenről szólnak,
vagy meghallgatva a szónokokat, prédikátorokat. Az apostol azt akarja, hogy a keresztények azonban ne elégedjenek meg az isteni törvények egyszerű ismeretével, hanem hogy hatoljanak be annak jelentésébe, hogy önmagukat arra irányítsák. Mindez pedig nem lehetséges kitartó elmélkedés nélkül. Olvasás és elmélkedés. Annak idején Szent Ágoston egy csendes szót hallott, amely szó most újra elhangzik, Isten szava, most már nem Szent Ágoston, hanem hozzánk, vedd és olvasd. Krisztusban, kedves testvéreim, ahogy mondottam, csodálattal tekintünk Szent Pióra, aki a stigmatizációban két elsőséget is hordoz. Az első pap, aki Krisztus Urunk sebb helyeit hordozta, természet feletti csodaként, és az, aki a világ történelmében, az üdvösség történetében a leghosszabb ideig, 50 évig hordozta a szent sebb helyeket. De nekünk nem ezekben kell követnünk Szent Piót. Nem afelől kell aggódnunk, hogy most hogyan legyünk mi is stigmatizáltak. Az, amit Szent Pió példaként ránk hagy, az ő Isten szeretete, az az ő imádságos lelkülete, az a bibliás lelkülete. És kedves testvéreim, Szent Pió maga is sok-sok segítséggel bírt, hogy így élhessen. Egyik ilyen segítség a szent angyalok, különösképpen az őrző angyal segítsége volt. Szent Pió azt tanítja, hogy ha minden ember, mindannyiunk maga küldetéséhez megfelelő képességgel rendelkező angyallal bír, akkor az én küldetésemhez minden bizonnyal egy igen erős angyallal bírok. És valóban az ő befejezett, az ő teljes élete arra utal, hogy ez az angyal hathatós közben járó volt, segítő volt és igazi segítség volt számára. És ennek a szent angyalnak is egy számtalan segítségnek, isteni segítségnek még köszönhetően Szent Pió atya megélhette azt, amit ő mintegy a e világi hivatásának tömör, sűrített összefoglalásaként vallott az isteni üzenetet, amely azt kérte tőle, hogy szentelődj meg, és szentelj meg másokat. Testvéreim, az Isten bennünket is erre hív, nekünk is megad ehhez minden segítséget, hiszen ne felejtsük el, az Úr azzal mutatja meg minden hatóságát, hogy könyörületes és irgalmas. Ismer bennünket, tudja, kik vagyunk, ismeri gyengeségeinket is, és mindannyiunknak megadja a szükséges segítséget. Kedves testvéreim, ünnepeljük a bennünket szerető Istent, és ünnepeljük Isten sokszínű segítségeit. És kérjük az Isten kegyelmét, hogy azokat életünkbe befogadva, azokkal nagy lelkűen és buzgón élve tudjunk helytállni, tudjuk betölteni élethivatásunkat a magunk és a ránk bízottak javára. Amen. Hiszek az egy Istenben,
Testvéreim, könyörögjünk mennyei atyánkhoz, hogy gazdagon árassz el szívünket kegyelmi ajándékaival. Add, Urunk, hogy egyházad pásztorai, a püspökök, a papok és a szerzetesek az egész világon az igazságosság bátor hirdetői legyenek. Engedd, Urunk, hogy a szociális igazságosság és a szeretet az egész földkerekségen érvényesüljön. Ébreszd fel a jól létben élő népek lelki ismeretét, hogy segítsenek a szegényebb nemzeteken. Óvd meg híveidet attól, hogy életükkel bárkit is megbotránkoztassanak. Add, hogy az anyagi javakért való fáradozás közben se feledkezzünk el az örök célunkról. Mindenható Istenünk, add, hogy a földi javakat úgy használjuk, hogy lelkiekben is gazdagodjunk, Krisztus a mi Urunk által. Testvéreim, imádkozzatok, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
Adhat meg nekünk, jóságos atyánk, hogy ez az áldozat kedves legyen előtted, és fakadjon belőle számunkra minden áldás forrása, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szentjeidnek példás élete által az Anya Szent Egyházat újra meg újra csodás termékenységgel áldod meg, és így bizonyságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket, és hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságod mindenkor kérve. Ezért, Urunk, az angyalokkal és a szentekkel együtt magasztalunk téged, és újjongva zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme üdvösségünk szent titka. És feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel
és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent fő angyalaiddal és őrangyalaiddal, az összes szent angyallal, Pietrel, Csinai, Szent Pió atyával és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk szavára és isteni tanításán fölbátorodva, így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük. Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a békejelével. Legyen íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, kiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya.
nincs rá lehetőség, hogy valósággal megáldozz a Szent Misén, áldozzál legalább szívedben és lelkedben, égő vágyakozással egyesülve az üdvözítő életadó testével. Szalézi Szent Ferenc. Édes Jézus, tiszta szívemből hiszem, hogy valóságosan jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban imádlak és szeretlek. Égő vágyjal vágyakozom utánad, de mivel most nem tudok áldozni, gyere legalább lelkileg szívembe. Egyesülök veled, mintha valóságosan magamhoz vettelek volna. Egészen neked ajánlom, szentelem magam. Ne engedd, hogy valaha is elszakadjak tőle. Amen.
Könyörögjünk! Urunk Istenünk, szolgáljon ez a mennyei misztérium testünk és lelkünk megújulására, hogy az örök dicsőségben társörökösei legyünk fiadnak, akinek halálát hirdetjük és vele együtt szenvedünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Imádkozzunk közösen a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusért. Mennyei Atyán, minden élet forrása, üdvözlet a szent lelkedet, hogy az önmagát legyünk feláldozó, és a forrája szentségben bennünk belőle Krisztus, felismerjük és egyre jobban szeressük. Ő úrunk és mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és védességünk, adj bátorságot, hogy az ő erejét és örökét elvigyük minden emberhez. Adj a Krisztus ereje és az Eukarisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ elvi megújulására szolgáljon. Foglaljunk helyet, testvéreim! Ismételten megköszönöm Spisiák Péter Pál atyának, kapucinus házfőnök atyának és egész rendjének, hogy általa együtt ünnepelhettünk a kapucinus renddel, kiemelkedő szentjük, de ahogy hallottuk az igehirdetésben, mindnyájunk kedves szentjének, Pió atyának ünnepén, aki megtanít minket a szent őrző angyalok, vagyis az itteni templom pártfogóinak és az összes szent angyalnak tiszteletére, hogy valóban tiszta életet éljünk, és mindig Istennek szolgáljunk. És ahogy a tanúságos példát hallottuk Pió atya életéből, mi is akarjunk elsősorban üdvözülni, mint minden más egyéb emberi értéket elnyerni, hiszen a legfontosabb az üdvösség. Ma egy hete elhelyeztük Szent Pió atya erekéjét a róla elnevezett kápolnánkban,
amit San Giovanni Rotondóból, az ottani házfőnök atyától kaptunk, és most pedig az ő szobrát fogjuk felavatni a róla elnevezett téren. A szobor szempontjából is beszélhetünk most bilokációról, hiszen itt is van egy szobra Pió atyának a templomunkban, ami itt marad, és lesz egy ugyanilyen szobor a téren, de hát ez csak jelképes megjegyzés annak a csodálatos képességnek az emlékezetére, hogy Pió atya két helyen is tudott egyszerre megjelenni, jelen lenni. Most a szentmisét követően itt az orgona alatti kijáratnál hagyjuk el a templomot, elől megy majd a kereszt, és két gyertyás minisztráns, mécsest vívő minisztráns. Aztán kérem majd két János testvérünket, hogy mögöttük vigyék rögtön Pió atya koszorúját. Aztán a zászlósok és a Mária lányok és a harmonikás testvéreink, majd pedig az asszisztencia, és mi ketten az atyával, és aztán mögöttünk a kedves hívek, levonulunk, vagy felvonulunk a Szent Pió atya térre. Itt ragadom meg az alkalmat, és teszek eleget annak a köszönetnyilvánításnak, hogy Új-Buda önkormányzatának megköszönjem, hogy engedélyezte a szobor felállítását. Még ez csak egy ideiglenes jellegű engedély, de mindent megteszünk azért, hogy a végleges körülmények is megoldási is megvalósuljon. Külön köszönöm dr. Hoffmann Tamás polgármester úrnak, illetve kedves munkatársainak, Új-Buda önkormányzata polgármesteri hivatala munkatársainak a gondos előkészítést, és külön köszönöm azt is, hogy elkészítették a szobor talapzatát és környezetét, amit Strausz György kőfaragó úr valósított meg, és ennek anyagi terheit is önkormányzatunk magára vállalta. Különös szeretettel köszöntöm Király Nóra alpolgármester asszonyt, aki ezen az ünnepünkön képviseli önkormányzatunkat, és olyan sokat fáradozik a családok, a fiatal családok ügyében, a fiatal családosok klubjának szervezésével is, és ezúton is örömmel jelzem, hogy mi is bekapcsolódunk ebbe a törekvésbe, hiszen a hónap elejétől fogva elkezdtük a gyermekek szentmiséjét, a családok miséjét itt a reggeli időben a templomunkban, amelyen már nagyon sok gyermek és fiatal család vesz részt. A szentmise elején említettük, hogy ez előbúcsúi szentmise a mostani, és folytatódik az ünnep, a háromnapos ünnepség sorozat, mert holnap október 1-én a templom szentelésünkre emlékezünk délután 5 órakor a szentmisében, annak most már a második évfordulóját tartjuk. Kedden pedig, október 2-án templomunk búcsúnapján, a Szent Őrző Angyalok ünnepén a ünnepi szentmise és az esperes kerületi szentmise 10 órakor lesz délelőtt, amelyet dr. Várszegi Asztrik püspökatya, emeritus pannonhalmi főapát úr fog bemutatni. A kerület papjai, hívei és a Budaörsi Szent Benedek gimnázium és szakiskola növendékeinek jelenlétében mindenkit szeretettel várunk. Az ünnepünk jelentőségére való tekintettel kérem, hogy a többi hirdetést a hírlevélen olvassuk el, illetve keressük fel a honlapunkat, a szentangyalok.hu honlapot, ahol a többi fontos hirdetést is megtaláljuk.
körmenetben megyünk, a Szent Pió Atya térre ugyanúgy fogunk visszatérni majd csoportosan. Aki teheti, ezt követően maradjon velünk a szeretett vendégségen, amelynek körülményeit ugyancsak meg kell köszönnöm a Magyar Honvédségnek, a Honvédelmi Minisztériumnak, hogy a katonai sátraikkal biztosítják a vendéglátás külső körülményeit is. Indulás előtt fogadjuk most a Jóisten áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket a mindenható és jóságos Isten, és tölts el szíveteket üdvöt adó bölcsességgel. Amen. Táplálja a lelketeket hitünk igazságaival, és tegyen álhatatossá titeket a jó cselekedetekben. Amen. Irányítsa Isten lépteiteket önmaga felé, és mutassa meg nektek a békesség és a szeretet útját. Amen. A szent főangyalok, a szent őrzőangyalok, Isten angyalainak, Pietercsin és Szent Piónak közbenjárására, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjuk áldást az Úrnak. Istennek legyen áldása.